2022-es orosz agresszió óta becslések szerint mintegy 400 kárpátaljai magyar katona szolgál az ukrán hadseregben. A legismertebb egység, ahol magyar katonák is szolgáltak, a 68. kárpátaljai sárkányokként is ismert területvédelmi zászlóalj. Itt szolgál többek között Sándor Fegyir is, az Ungvári Egyetem professzora, aki egy ismerté vált videón a lövészárokból tartott előadást. A kárpátaljai magyar katonák hivatalosan a magyar kormánytól semmilyen támogatást, például felszerelést nem kaptak. Tavaly azonban magyarországi önkéntesek egy kis csoportja úgy döntött, hogy gyűjtést indítanak, hogy felszereléseket tudjanak vásárolni, és azokat a frontra küldjék Sándor Fegyiréknek. Ebből a kezdeményezésből lett a kárpátaljai sárkányellátó nevű csoport, ami mostanra már körülbelül 100 millió forint értékben vásárolt felszereléseket a katonáknak. A sárkányokon kívül még több másik ukrán egységben is szolgáltak magyarok, sokan közülük a front legveszélyesebb szakaszain, többek között Herszon, Zaporizsja és Bakmut környékén is harcoltak. Nekem Kárpátaljához nagyon nagy kötődésem a háború előtt nem volt. Katonai újságíróként viszont azért követtem félszemmel a 2014-es eseményeket, illetve az utána történő építkezéseket, fejlesztéseket, kiképzéseket, hiszen azért itt már volt egy komolyabb felkészülés egy Oroszország elleni védekező háborúra, ezt azért lehetett tudni már nyílt forrásokból is. Viszont az meglepett, hogy háború lett. Én ugye kárpátaljai születésű vagyok. Igaz, hogy nagyon régen Magyarországon élek, de megmaradtak a kapcsolataim, barátok, stb. Úgy alakult, hogy az Ukrán Posta kiadott egy bélyeg sorozatot, meg mágnesokat a Kígyósziget kapcsán, az elhíresült mondatta, hogy orosz hadihajó húz a megadott irányba. Mi ezt megrendeltük, és valamilyen oknál, nem tudom milyen, jóval több jött. A fölösleget, egy minimális pénzért értékesítve, ezt mindig valamilyen hadicélra fogjuk használni. Ugye meghirdettük ebbe a katonapolitikával, történelemben, stb. Foglalkozó nagyobb Facebook csoportban, aminek tagjai vagyunk. És innen jött aztán az ötlete kedves barátunknak és munkatársunknak, Olán Mihálynak, hogy mikor Fegyir Sándorék a lyukas magyar zászlóval a Harkovi megyébe bementek egy településre felszabadítani, megkereste Fegyirt, messengeren egyszerűen ráírt, hogy tudunk-e segíteni. Ő visszaírt, hogy szeretne egy töltőt, Mihályunk úgy gondolta, hogy hát ilyen falba dugós USB-típusú töltőről van szó. Fegyir néhány órával később küldte is a képet, hogy ő mire gondolt, nagyon nem az volt, ez egy 8,5 kilós akkumulátor, ami normál USB mellett 230-as kémet, tehát egy nagyon kvázi mini erőműként, egy óriási akkumulátortelepként működik. Hát és olyan 330 ezer forint környéke volt, hogy jól emlékszem, az akkori ára. Ez azért egy szabad szemmel látható összeg. És ekkor elkezdődött a csoportban a gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezt mégis megoldani, és felajánlottam, hogy nyitok saját nevemre egy számlát, és akinek van kedve, van segítőkészsége valóban arra, hogy ezt a töltőt megvásároljuk, akkor az küldjön nekem némi nemi pénzt. És 28,5 óra alatt jött ez az első 1 millió forintok, amivel már ez a három darab töltő le volt fedezve, meg tudtuk venni. Az emberek tovább küldték a pénzt. És itt már azért több százezer forint gyűlt össze a számlán, talán még 1-2 millió is a végére, és akkor el kellett dönteni, hogy ezt most megállítjuk, hogy ezt a dolgot, mert van rá szükség kint a fronton, és van itt fogadókészség, hogy segítsünk, tovább gördítjük-e. És hoztunk egy nagyon-nagyon jó döntést, hogy tovább csináljuk. A háborúról azt kell tudni, hogy ugye sok minden elveszlik, elromlik a hadsereg is pótolja, de ez egy sokkal hosszabb procedúra. Az önkéntesekkel ez ugye egyszerűbb. A volt miniszter azt mondta, hogy az önkéntesek olyan 3%-át biztosítják a szükségnek. Ez a 3% nagyon fontos, és akkor jön, amikor igazán szükség van. Ebből lett egy mai napig durván 142 millió forintot összegyűjtő teljesen civil kezdeményezés, lett 120 millió forint értékű 9 Ukrajnába kijutatott csomag. Amit szoktunk venni, az drónok, akkumulátorok, zsebakkumulátorok, tehát nagy teljesítményű, de zsebrevágható aksik még, éjszakai egykezes hőkamerák, ezeket vadászati boltokban bármikor be lehet szerezni, teljesen legálisan szintén, lézeres távolságmérő, egyenruhákat vettünk, speciális hegymászózoknikat Pozsonyból, amik vizesen is, mínuszban is tartják még az ember testhőjét. Tehát minden olyan apró cseprő dolog, ami ugyan nem fegyver, de nagyon-nagyon sokat tud neki segíteni a mindennapokban. Néha az a picike kis tárgy is, ami ugye megérkezett, az nagy hasznot tudtam. Például egy töltő,
hogyha nincsen töltött, most se tudnánk beszélni. Tavaly decemberben Bakhmutban voltunk, Bakhmut mellett, akkor ott egy drón élete, úgynevezett élete, az 6 és 8 óra között tart. És akkor olyan esetünk, hogy medikusok eltűntek, felrobbantak egy, úgy tudjuk, hogy aknán robbantak fel, akkor nem volt velük, nem tudtuk felvenni a kapcsolatot velük. Kirepültünk egy drónnal, 10 perc alatt megleltük őket, és mindenkit hazahoztunk. Az ellenfélnek is ugyanúgy vannak drónjai, ugyanilyen drónjai is vannak, különböző drónjaik vannak, és néha van úgy, hogy mondhatom azt nyugodtan, hogy egy lépéssel előrénk vannak ebben a technológiában. Réten igen, mivel ezek a drónok, tegyük fel, amelyikkel dolgozunk, többnyire dolgozunk, ez kínai gyártmány. Nekünk Kína nem akar úgy adni, mint ahogy adnak, tegyük fel, az oroszoknak. Volt visszajelzés arra, hogy az általam kiküldött kamerának, a drónnak a hőkamerája vett észre egy éppen rajtaütést előkészítő orosz alegységet, és ezt az orosz alegységet sikerült semlegesíteni, és így nagyon nagy létszámú vele szemben álló ukrán védőnek az életét kis túlzásra, de sikerült megmenteni, ez óriási dolog. Leszögeztük magunknak is, és fegyérrel is tisztáztuk, hogy mi etnikai alapon nem teszünk meg különböztetést. Sem a bejövő adományok területén, sem az adományok átadásánál, tehát az az alakulat minden katonája használhatja azokat az eszközöket, amiket mi kiküldünk. A háború kiterésekor nagyon mindenki összefogott. Szerintem most is nincs olyan, hogy mondjuk például a fronton csak ukránok harcolnak, vagy csak magyarok harcolnak, hanem vegyesen mindenki. Nincs olyan, vagyis én nem láttam olyat, hogy például a magyar közösség Kárpátalján ne támogasson a katonákat, vagy a frontot valamiképpen, úgyhogy mindenki egy célt visz ki, és akkor annak megfelelően dolgozik. Úgyhogy úgy neki állni, hogy Ukrajnáért harcolunk, ez nagyon érthetetlen dolog, mert ha egy országról beszélünk, ez nagyon gyorsan eltévedhetünk. Mindig kisebb lépésekből kell indulnunk, és az első ez a... Én mindig úgy indulok, az első az a család, utána a falvacskád vagy városod, attól függ, hogy hol szükség felmenni a járás megye és országig, és akkor ebből kifolyólag nagyon egyszerű és könnyen levezethető az, hogy miért is harcolsz. Ja igen, hát arról volt információm, hogy ugye a második világháborúról, hogy bántak az úgynevezett orosz felszabadítók Kárpátalján, főleg a magyarokkal is. Ugye nagymamám, a dédnagyapám volt, főleg elhurcolták, és hosszú időn keresztül Donbászban valahol ott munkáltatták, úgyhogy én szerintem, hogyha egyisten odáig folyolt volna az eset, hogy eljutnak Kárpátalják, szerintem most se lett volna egy másképp. Ott kell megállítani, ahol akkor voltak. Ha és amennyiben egy picit tud ez a szervezet segíteni azon, hogy a két ország viszonya egy nagyon-nagyon picit tudjon javulni, az mindenféleképpen szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, de direkt politikai üzenetünk ezzel a dologgal egészen biztosan nincsen. Nőni szeretnénk, és ennek a növekedésnek az a feltétel, hogy jogi személyé váljunk. Ennek a legegyszerűbb módja egy alapítvány volt, hiszen mi ebből nem kívánunk semmiféle anyagi hasznot húzni, nem kívánunk üzletelni. Az alapítvány arra is nagyon-nagyon jó lesz, hogyha valamilyen úton módon egy tűzszünet születik, akkor addigra szeretnénk még nagyon-nagyon erős civil lábat is felépíteni a katonai láb mellé. Én az Ungvári Nemzeti Egyetemen, és azon belül van egy ukrán-magyar oktatási tudományos intézet, és azon belül magyarul oktatok. Mire számít, hogy váraton a civil életben mikor tud visszatérni? Hát, itt tervezni nagyon nehéz. Én nagyon bízok abban, hogy mielőbb, mert ugye ez egy másfél év az oktatásban, és a tudományban főleg, ha kiesik, akkor ez utána nagyon nehéz visszatérni, és ez már megvan a másfél év, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy mielőbb ez az egész befejeződik, és sikeresen haza tudok én és a többiek is férni.